Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Dr. Szili Katalin, akit úgy is ismernek sokan szerte a világban, hogy a magyar parlament elnöke, igen, az is volt, sőt, a parlamenti elnökök legbuzgóbb tagja volt. Most viszont a miniszterelnök megbízottja, az autonómia ügyekért felelős miniszterelnöki biztos, körülbelül így hangzik a titulus. Kezi csokolom, szép jó reggelt, köszönöm, jó reggelt, hogy elfogadta a meghívásunkat. Megérkeznek az előzetes népszámlálási adatok Romániából. Hogyan értékeli ezeket? Ebben van egy, ami biztató, mégpedig az, hogy az volt az elvárás, hogyha lehet, akkor 1 millió fölött maradjunk még. Ez valóban megtörtént, hiszen 1 millió és 1 millió 100 000 közötti a magyarság létszáma most Erdélyben. Én azt gondolom, hányan vannak, akik még magyarok, de valamiért nem vallották magukat annak? Szerintem az már kevesebb, tehát ez úgy tűnik, hogy azért egy valós szám ez a... Viszont ami érdekes, hogy az elvándorlás az jellemző, de ugyanilyen arányban a románság körébe, sőt még több, tehát azért így az arányok azért nagyjában egészében megmaradtak. Mit tesz a magyar kormány azért, hogy ezek a családok magyarok tudjanak lenni? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos alapelv. Ugye van három alapelvünk, amit szoktunk említeni. Az egyik, hogy magyarság az világnemzet, hát a világ minden pontján ott vagyunk. A másik, hogy minden magyar számít, hiszen az alaptörvényünkben az van megfogalmazva, hogy Magyarország felelősséget visel a határain kívül élő magyarság. Egy diaszporában, Kárpát-medencében. Ez ugye, ha jól értem, a rendszerváltás előtt nem volt benne. Nem volt, igen. Nagyon jól mondja a szerkesztő úr, ugyanis akkor úgy szerepelt az előző alkotmányban, hogy magyar állam és a magyar kormány felelősséget érez határon kívül élő magyarságért. És ugye a harmadik alapelv, ami az ön kérdésére is válasz, hogy a Kárpát-medencében elsősorban legfontosabb a szülőföldön maradás biztosítása. Tehát az, aki mondjuk Felvidéken, Komáromba, Dunaszerdahelyen, vagy akár Marosvásárhelyen, vagy bárhol Erdélyben, vagy a Vajdaságban, Kárpátalján él, számukra olyan támogatásokat és lehetőségeket biztosítani, hogy a szülőföldjükön tudjanak élni, boldogulni és gyarapodni. Ebben nagyon fontosak azok a gazdasági támogatások, társadalompolitikai, szociális támogatások, mint amilyen például azok a gazdasági vállalkozásokat elősegítő különböző támogatások, amit a magyar ezt állam én értem. Biztosít. Én arról szeretnék önnel beszélni, hogy milyen felelőssége van az Európai Uniónak, minek mi tagjai vagyunk, ezekkel az emberekkel, mennyire kéne, hogy ők támogassák, hogy ezek az emberek annak valhassák magukat, aminek akarják, és hogy biztosítsák nekik azokat a jogokat, amit állítólag az Európai Unió mézes madzagja ígér. Viccesen kérdezem önt, mennyi időnk van most erről beszélni? Még van 8 percünk. Mert nyilván ez akár egy fél napot is betöltene. Nagyon fontos egyébként az a kérdés, hogy az Európai Unió ma hogy áll a nemzeti kisebbségek kérdéséhez. Itt elsősorban az, amit ön is említett, az őshonos, tehát a szülőföldjükön élő nemzeti kisebbségek. De azt senki nem veheti el azoktól, akik ott élnek, hogy őt nem őshonosak ők. Azért ez maradtak. Egy nagyon érdekes kérdés, hogy például Ukrajnában, akikkel most maximálisan együttérzünk a háború miatt és segítjük őket, hogy például kárpátaljai magyarság hiába él a szülőföldjén, és tekinthető tulajdonképpen a definíció szerint őshonosnak, a Ukrajnában született egy olyan törvény, aminek értelmében a Kárpátalján élő, egyébként szülőföldjükön élő nemzeti kisebbségek tagjai nem őshonosak, összesen 3 közösséget ismertek. Akkor kérdezem én elnök asszonyt, aki egy olyan elnök asszony volt, aki kikényszerítette, hogy érvényesülni tudjon. Érdekérvényesítő volt, nem negatív, hanem pozitív értelemben. Mi az Európai Uniónak és a NATO-nak a tagja vagyunk. Az Európai Unió és a NATO Ukrajnát maximálisan
támogatja mindenben a terrorellen, de ugyanakkor nem hozhat Ukrajna olyan törvényeket, ami az ott élő orosz kisebbséget, aki őshonos volt, vagy magyar, vagy bármi egyebet. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ho-ho, milliárdokat költünk rátok, viszont ezt azonnal függesszétek fel. Ez nagyon fontos lenne, hogy ezt megtegye, már csak azért is érdekes, mert 2017 óta, 2017. szeptember 1-én lépett hatályba Ukrajna és az Európai Unió társulási megállapodása, és ma már ugye tagjelölt ország Ukrajna, de akkor társult országként is be kellett volna tartani azokat a szabályokat, amelyek tiltják mindenféle megkülönböztetést nemre, fajra, kisebbségekre vonatkozóan. Éppen ezért én azt gondolom, hogy mindaz a jogszabály, hiszen 2017 óta számos olyan törvény született Ukrajnában, amelyik gyakorlatilag szűkíti az ott élő nemzeti közösségek jogait. De amikor be kell sorozni katonának és elvinni, akkor mindenki egyenlő. Hát igen, én írtam egy cikket, annak pontosan ez volt a címe, hogy milyen érdekes, hogy katonának lenni, a hazát védeni szabad, de magyarul beszélniük nem szabad, mert 17-ben azért született egy oktatási törvény, ami tiltja az anyanyelvű oktatást, született egy olyan nyelvtörvény, ami többek között gyakorlatilag a magyar könyvkiadást ellehetetlenítette. Biztos asszony, akkor miért? Akkor miért támogatjuk nem csak az embereket, hanem azt az országot maximálisan az Európai Unióba, a NATO-ba és mindenhol, és a velünk együtt gondolkodók miért nem mondják azt, hogy állj? Én azt gondolom, hogy és én bízom benne, hogy azzal, hogy az Európai Unió tagja lesz majdan, illetőleg most tagjelölt ország Ukrajna, ezzel gyakorlatilag Brüsszel, és mondhatnám azt, hogy Washington is, és NATO is, és az Európai Unió is odafigyel ezekre a kérdésekre, mert megvannak a keretszabályok. Na, arra odafigyel az Európai Unió, hogy mi történik Spanyolországban a kisebbségekkel, akkor miért nem erre? Tehát nem értem. Van a bizottságban miniszterelnökök ülnek. Hát azért nem, mert most ugye egyébként rátakar mindenre a háború, és az is egy érdekes dolog, hogy ha ma a háború idején bárki a kisebbségi kérdéseket, a nemzeti kisebbségi kérdéseket felemlíti, és mondjuk jogosan említi, hiszen például decemberben született egy olyan nemzeti kisebbségekről szóló törvény, amit egyébként az Unió, mint tagjelölt országnak előírta Ukrajnának, de abban például, ami egy elég sajátságos, az asszimiláció kötelezettségét írják elő a nemzeti közösségeknek, ami nonsens. Az asszimiláció az pont az ellenfele. Hát így, az pont az ellentéte, tehát én attól félek, hogy esetleg ők csak kipipálják, hogy valóban született egy ilyen törvény, ugyanakkor a tartalmában nem elégíti ki azokat az igényeket, amit egyébként egy ilyen törvénynek biztosítania kell, tehát hogy védje a nemzeti kisebbségeket. Egyébként nagyon érdekes, hogy... A kisebbségek elleni rasszizmus, amivel most foglalkozik, mert ez is egy rasszizmus. Hát akkor valahol gyakorlatilag egy üldöztetésük a nemzeti kisebbségi közösségeknek, és én bízom benne, hogy ugyanúgy, ahogy az EBSZ, az Unió, a vizsgálat, vagy akár az Európa Tanács a különböző vizsgálatai során észrevételezi azt, amit egyébként meg is tett néhány esetben Ukrajna irányába, hogy tegye meg a korrekciós lépéseket. Én nagyon bízom benne, hogy ezt vastagon be fogja vasalni Brüsszel, de én azt gondolom, hogy emellett nekünk nyilvánvaló minden. Az emberjogi magyar civil szervezetek hogy állnak a témához? Én azt gondolom, hogy a civil szervezetek, gondolok itt például, és Gaudi Nagy Tamás az elmúlt napokban küldött nekem is levelet, de több egyébként a nemzeti kisebbség... Nagy Tamás, aki a Jobbik alapítója. Ő volt, igen, a Jobbik alapítója, de már nem a Jobbik tagja, egyébként ügyvéd. Miért már nem ért egyet velük? Szerintem nem. Most a mi hazánk között nem tudom, mert nem vagyok vele ez ügybe kapcsolatban, csak a levelét láttam, ami azt jelenti, hogy civil közösségek is, tehát ezt példaként említettem, elég sokat tesznek azért, hogy felhívják az Unió, illetőleg az Európa Tanács figyelmét arra, hogy mi zajlik a háború árnyékában, de azt hozzáteszem, hogy az egy sajátságos, hogyha most a háború idején bárki a nemzeti kisebbségek ügyébe
Ukrajna irányába kritikát fogalmaz meg, az rögtön ugye orosz baráti oldalon találja magát, a mások kritikájában. Én nem feltételezem, hogy én bármelyik oldalon baráti lennék. Ne, én sem, csak azért mondom, hogy ez egy sajátos, tehát a mainstream ma ott tart, hogy minden fekete vagy fehér. Na de ennek azt mondja, és hol van Amerika? Amerikának ez fontos. Én most voltam Washingtonban az ima reggelén. Van még rá két percünk. Ott volt is alkalmam. Ez a 71. ilyen ima reggeli volt felszólalni, ami az első ilyen, hogy felszólalhatott egy magyar. Én ott a békéről beszéltem, és a biztonságról, amit én azt gondolom, és a két oldalú megbeszéléseinkben is elmondtam, Amerika ma a világ vezető hatalmaként megteheti azt, hogy ezekben a kérdésekben békét teremtsen. Én azt gondolom, hogy ez szükséges is megtennie, mert távlatosan a világnak ez az érdeke, semmilyen konfliktus nem lehet az érdeke. Az ukrán elnök Amerikában tett beszédeit árgus szemekkel figyeltem és végighallgattam, mintha erről nem esett volna szó. Hát a részéről nem, mert én azt gondolom, hogy mindaddig, amíg a világ erőforrásokkal támogatja a háborút, addig biztos vagyok benne, hogy erre nem fog sor kerülni, de én azt gondolom, hogy ma az egész világ érdeke, hogy ez a folyamat ne eszkalálódjon, hanem minél előbb béke teremtődjön és megegyezés szülessen. Kedves nézőim, dr. Szili Katalint látták és hallották, az autonómia ügyekért felelős miniszterelnöki biztos asszonyt. Tudják az e-mail címét, tudják, hol lehet utolérni rajta, ha valakinek úgy érzi, hogy valami megoldásra van szüksége, vagy tud segíteni, az jelentkezzen be. Köszönöm szépen a lehetőséget, további szép napot! Mielőbb visszavárjuk, és külön beszélgetésre várjuk, hogy az amerikai felszólalásáról beszélgessük. Köszönöm. Előzetesek, és már is jövünk vissza. Következik Magyar György, ezelőtt egy órával rögzítettük őt. Hallgassuk meg, hogy egy büszke magyar-izraeli zsidó, a mazsik elnöke, hogy látja a világot, az örökkével való kapcsolatot, és ami a zsidóságban nagyon fontos, hogy látja azokat az ellopott temető részeket, ahol mások ma villákat építenek, illetve mi a zsidóság és a temetett halottakkal való kapcsolata. Tartsanak velünk!